Köszöntöm a nézőket, friss napszemlét láthatnak, mutatjuk, melyek a fontosabb témák. A közelgő helyhatósági választások kapcsán fogalmazott véleményt Bende Sándor és Borbóly Csaba. A polgárvédelem székhelyén működik a választási iroda, nem lesz sok változás a választás menetében. Állásbőrzét szerveztek, 12 vállalkozás 80 állást kínált ma délelőtt munkanélkülieknek. Megyei rangadóra kerül sor a hétvégén, a Gyergyószentmiklósi Jövő a Székely-Keresztúri Egyesülés csapatát fogadja. Beszélgetésre hívta Borbóly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke a sajtó képviselőit. Több témáról esett szó, köztük a közelgő helyhatósági választásokról és az RMDS jelöltjeiről is. A beszélgetésen részt vett Bende Sándor, a Gyergyó területi RMDS elnöke is. Sajtóbeszélgetésen fejtette ki véleményét Borbóly Csaba megyei tanácselnök és Bende Sándor, az RMDS területi szervezetének elnöke a helyhatósági választásokról, az RMDS jelöltjeiről. Kitértek a szövetség belső szabályzatára is azzal kapcsolatosan, hogy miképpen kerül véglegesítésre a polgármester jelölt személye és a tanácsosi lista. Mint kiderült, ez a folyamat még nem zárult le. Megtörtént a rangsorolás, megtörtént a jelölés, ez a helyi szervezetnek jogában áll. Tudni kell azt, hogy a szövetségi alapszabályzat és az SKT, tehát a Szövetségi Küldöttek Tanácsának a választás, az előválasztásokra kiírt szabályzásai között benne van az is, hogy a megyei jogú városok polgármester jelöltjeit a területi szervezet ajánlására a Szövetségi Állandó Tanács jóvá kell hagyja, és gyakorlatilag csak azután lehet hivatalos jelöltje a szervezetnek. A Gyergyószentmiklós nevesítette Bajkó Lászlót, egyelőre ez van a mi asztalunkon, de a következő periódusban ezeknek a lépéseknek meg kell történni, ezeket meg kell ejteni. Ugyanígy a helyi önkormányzati listánál is a rangsorolást azt a területi állandó tanács jóvá kell hagyja. Ezek a, gondolom, hogy a hét végére, legkésőbb jövő hét elejére ezek meg lesznek, ugyanis még azután le kell adni a jelölő aktacsomókat a bíróságra és a választási kerületi irodákhoz, és csak azután hivatalos a választási lista. Borbóly Csaba hangsúlyozta, véleménye szerint Gyergyószentmiklóson összefogásra, politikai nyugalomra van szükség, hogy a város fejlődni tudjon, az állandó belső harc csak gondokat okoz. Békére van szükség a tanácsban résztvevő politikusok részéről, nyugalomra, együttműködésre. Valahogy azt a kényszer kellene itt feloldani, hogy a kapott pofot mindenáron adjuk vissza, és nem számít a városnak az érdeke. Azt gondolom, hogy mindenki hibázott. Hibázott az RMDS, hibázott a polgári párt, ezt be kell ismerni. Senkinek sem a magán vagyona, a magán tulajdona egy tisztség. Minden tisztség egy társadalmi megbízatás mentén jön létre, és semmit sem ér egy olyan tisztség, amely mögött nincsen társadalmi támogatottság. Márpedig Gyergyószentmiklósban hát az együttműködésre van most igény. Sokat vesztett az elmúlt 8 évben ez a város, azért, mert esetleg más színekben volt valaki megválasztva, és nem jó az, hogyha egy szavazat többséggel vagy kettővel teljesen semminek, teljesen nullának tekintjük a partnert. Úgyhogy én abban bízom, hogy úgy a polgári párt, mint az RMDS gyergyói szervezete képes lesz a soraiból úgy rendet rakni, hogy az együttműködni óhajtó, a város fejlődésért tenni akaró emberek kerüljenek bejutó helyre. Abban bízom, hogy lesz ennek a városnak egy olyan polgármestere, aki mindenki polgármestere kíván lenni, azoké is, akik esetleg nem szavaznak rá. Hasonlóan vélekedik a területi elnök is, az összhangban működő városvezetés fontosságát emelte ki. Én a polgármester jelöltről én elmondtam volt, hogy jó lenne, hogyha megtalálnánk egy közös hangot a város érdekébe, a város fejlődése érdekébe. Úgy éreztük a
az RMDS területi szervezete, a szövetségi vezetés is úgy érezte, hogy Gyergyószent Miklóson gyakorlatilag az emberek ezt szeretnénk, egy összefogást a fejlődés érdekében, mert nekik most már gyakorlatilag azzal van a legnagyobb bajuk a Gyergyószent Miklósi embereknek, hogy az utak járhatatlanok, hogy járdák nincsenek, hogy ma-holnap az ivóvíz, a minősége nem olyan, amilyen kell, és nem éppen az, hogy kivezeti a várost. Tehát itt egy kicsit a személyes érdekeket, hogyha visszább lehetne fogni a közösségi érdekkel, akkor ez hasznos lenne Gyergyószent Miklósnak. A tanácsosi listát láttam, végignéztem, el kell mondjam, hogy ha én Gyergyószent Miklósi lennék, akkor nekem lenne más opcióm, de ez maradjon az én személyes véleményem. Egyelőre ez van, én bízom benne, hogy ez akár egy jó döntés is lehet, és nézzük meg, hogy a továbbiakban a területi állandó tanács is így gondolja, amennyiben itt gondolja a részemről. Amellé a csapat mellé állok, amelyik a végső RMDSS csapat, amellé a polgármester mellé állok, amelyiket véglegesen az RMDS támogatni fog. A sajtóbeszélgetésen több más témakör is felmerült, például a város és a megyei tanács együttműködése, valamint a fejlesztés szempontjából kiemelt területek is. Elkészült Gyergyószent Miklós integrált fejlesztési terve a 2017-2020-as időszakra. A helyi önkormányzati testületnek még el kell fogadni a stratégiát, hogy érvényes legyen. Ezt megelőzően a lakosságtól is fogadnak javaslatokat a dokumentum kapcsán. A 160 oldalas dokumentum bárki számára elérhető a város honlapján javaslatokat megfogalmazni. Április 24-éig van lehetősége a lakosságnak. Közeleg a kampány start a helyhatósági választásokra, zajlanak az előkészületek, hogy zökkenőmentes legyen a voksolás június 5-én. A választási iroda működik, le lehet adni a jelentkezéseket. Hétköznapokon 10 és 16 óra között bármely a választásokhoz kapcsolódó kérdéssel lehet hozzájuk fordulni. Ugyanitt kell letenni a jelöltségről szóló aktacsomókat is. Úgy a polgármester, mint a helyi és megyei tanácsosi jelöltségek esetén 500 támogató aláírást kell csatolni az iratcsomóhoz, akár pártszínekben, akár függetlenül indulna valaki. A helyi választási irodán fogják azokat iktatni, elbírálni, majd határozatba foglalják, hogy hivatalosan kik a Gyergyószent Miklósi jelöltek, akik eleget tettek a törvény által előírt kritériumoknak. A jelölési dokumentáció benyújtásának határideje április 26-a. Városunkban a jelenlegi statisztikák szerint 16.662 lakos rendelkezik szavazási joggal, közülük 59 uniós állampolgár. Ez a szám még változni fog a választás napjáig, hiszen az előírások értelmében az a személy is szavazati joggal rendelkezik, aki a választások napján tölti be a kötelező életkort, a 18. életévet. A választási körzetek várhatóan a már megszokott rendszerint lesznek kialakítva, mindenki ott szavaz majd, ahol szokott. Újdonság viszont, hogy ezúttal elektronikus azonosítás is lesz, elkerülendő a csalásokat. Hétfőtől, április 18-ától két hétig véleményezhető lesz az 54-es dűlő parcellázási terve, amely a meggyes sóvető részt foglalja magába. A dűlőhatár szükség esetén ellenőrizhető a külterületi kataszteri dűlők térképén a város weboldalának parcellázási tervek menüpontja alatt. A dokumentáció, amely a parcellák elhelyezkedését, adatait és a tulajdonosok nevét egyaránt tartalmazza, megtekinthető a Városháza központi székhelyének ügyfélfogadójában is, hétköznapokon 8:30 és 15 óra között, szerdánként délután 6:30-ig. Amennyiben valaki azt tapasztalja, hogy a saját parcellájához kapcsolódó adatok eltérnek az általa ismert tényektől, kérik, írásban nyújtson be módosítási kérelmet a Városháza iktatójába, hogy ezt követően a kataszteri iroda illetékesei személyes egyeztetésre hívhassák. Amikor a külföldi egyetemeken már felvételi zajlik, Romániában még csak az érettségi. Sok diák számára ez nehézséget okozott eddig. Idéntől ugyanis nem csak a nemzetközi versenyeken résztvevő, illetve sportoló végzősök érettségizhetnek korábban, hanem azok is, akik külföldi egyetemen szeretnének tovább tanulni.
A Marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium végzős magyar osztályában vagyunk, több diák is külföldi egyetemre készül, Imola a budapesti színművészetén gondolkodik, Anett már biztos benne, hogy az ELTE-n szeretne tovább tanulni. A határidők azonban egyelőre aggasztják a lányt. Kell ott emelt szintű érettségiznem, ami elég nehéz, és ugyebár itt is van az érettségi, ami azt jelenti, hogy májusban lesz ott az emelt szintű érettségi, és itt júliusban, és július 16-áig kell elküldeni az érettségi diplomát, ami hát nem tudom, mennyire esélyes, hogy itt meg lesz. Többek közt azért is, mert itthon az érettségi végleges eredményeit épp aznap, azaz július 16-án függesztik ki. Egyébként csak ebből az iskolából tavaly 25-en mentek külföldi egyetemre. Az angliai orvosira például speciális érettségi vizsga kell, de más országokban nem olyan szigorúak az erre vonatkozó szabályok. Más országokban, például Dániában, Svédországban, Hollandiában, ahová nagyon sok diákunk szeretne menni, csak egy előrejelzést kérnek a szaktanártól arra vonatkozóan, hogy hányast kap majd a diák. Az érettségi minimális átlaga 8,50, emellett angol nyelvvizsga, ajánlólevél és szándéknyilatkozat szükséges. Az előrehozott érettségi viszont lényegesen leegyszerűsíti a procedúrát, azaz nem ütköznek a hazai határidők az európai időpontokkal. Több mint valószínű, hogy úgy, mint a sportolóknál vagy más esetekben, a helyi tanfelügyelőségek fogják az adatokat összegyűjteni, készítik el a listákat, és küldik el a minisztériumba, ahol megvan ennek az érettségének a bizottsága, elnöksége, akik levezénylik a vizsgát. Az előrehozott érettségire május 14-én és 15-én lehet beiratkozni, május 16-a és 21-e között tartják a szóbelit, 23-a és 26-a között az írásbeli vizsgákat. Az eredményeket már másnap, azaz május 27-én kifüggesztik. A személyi igazolvány garanciaként való visszatartását tiltja a törvény, figyelmeztetnek a hatóságok. Azt követően hívta fel erre a figyelmet a lakosság nyilvántartói és adatbázis kezelő igazgatóság sajtószóvivője, hogy az utóbbi időben aggasztóan megnőtt azoknak a száma, akik valamiért garanciaként átadták a személyi igazolványukat. Roxana Popescu hangsúlyozta, ezt az okmányt kizárólag a törvény által meghatározott esetekben lehet visszatartani, és tilos szolgáltatások nyújtása, javak vagy adósság kifizetésére garanciaként igényelni vagy átadni. Ilyen esetekben 75 és 150 lej közötti bírság róható ki. Általános állásbőrzét tartottak ma délelőtt, 12 vállalkozás összesen 80 munkahelyet kínált az eseményen. Sokan érdeklődtek a munkahelyek iránt, több 10 személyt interjújra hívtak későbbi időpontban. A munkaerő elhelyező ügynökség rendszeresen szervez állásbőrzét, hogy segítséget nyújtson mindazoknak, akik éppen nem dolgoznak, és ugyanakkor segítse a cégeket is, akiknek munkaerőre van szükségük. A munkanélküliek részéről nagy volt az érdeklődés, több mint 120 munkakereső fordult meg a bőrzén. A munkanélküli segély folyósításához kötelezővé tették már évekkel ezelőtt, hogy az állásnélküliek részt vegyenek az ilyen eseményeken, és a felajánlott munkahelyeket elfogadják. Nem csak a városból, hanem a környező falvakról is többen érkeztek, nyitáskor alig fértek az érdeklődők a bőrzének helyet adó Szilágyi vendéglőben. A nagy érdeklődés ellenére a munkaadók arról számoltak be, kevesen vannak azok, akik valóban dolgozni is akarnak. Hát nekem az a tapasztalatom, hogy a tavalyi évhez képest sokkal többen vannak a bőrzén, de viszont a munkavállalási kedv az egyre inkább csökken. Sajnos minél többen a külföldet válasszák, főként a fiatalság. Hát szerintem a jövő most már egyre inkább abban van, hogy az idősek, akik itthon maradtak, azok vállalnak munkát a környéken. Mi alkalmazunk szakácsokat, pincéreket, szobalányokat. Most itt van ez a 20 perces távolság, de viszont bármelyik nagyvárosban az ember elautókázik a munkahelyéhez, 10-20 percet eltölt a forgalomban. A bőrzén felkínált állások listáját az ügynökség honlapján is meg lehet tekinteni, de akár az iroda székhelyén is lehet érdeklődni azokról, illetve további munkalehetőségekről. Gyergyó Szent Miklóson jelenleg 190 személy részesül munkanélküli segélyben, közülük 94 nő. Az ügynökségnél 19 felsőfokú végzettséggel rendelkező munkanélkülit tartanak nyilván.
Életbe lépett az országos rákellenes akcióterv. A projekt részeként kísérleti programot indítanak el az ország három nagy onkológiai központjában, azaz Bukarestben, Jászban és Kolozsváron is, Európai Uniós alapokból. A szakemberek szerint azért fontos egy összehangolt akcióterv, mert riasztóak a statisztikai adatok, ami a rákos megbetegedéseket illeti. A mellrák a tüdőrák után a második leggyakoribb rákos megbetegedés a világon, és az ötödik leggyakoribb rákhoz köthető halál ok. Csak a nőket vizsgálva azonban az emlőrák magasan a leggyakoribb rákfajta előfordulásában és a halálos esetek arányában egyaránt. Az emlőrákos esetek száma az 1970-es évek óta jelentősen emelkedett, amit részben a nyugati civilizáció modern életvitelének a számlájára írnak. Vizsgálódik az Országos Versenytanács a marosvásárhelyi Transzilvánia repülőtéren. A vádak szerint ugyanis törvénytelenségek vannak a finanszírozás körül. A repteret az Európai Bizottságnál is bepanaszolták. Állami támogatások jogtalan használata. Ezzel vádolják a marosvásárhelyi Transzilvánia repülőteret, pontosabban a fenntartó megyei önkormányzatot. Erről pedig az Európai Bizottság is tud. Jelenleg két ügyben is vizsgálódnak. A kolozsvári repülőtér panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, amely vizsgálja az ügyet és információkat kér a marosvásárhelyi repülőtérről, amelyet a versenytanács közvetít neki. Emellett van egy bejelentés is az Európai Bizottságnál a marosvásárhelyi repülőtérről, amely általános gazdasági vonatkozású. A versenytanács két szakembert küld a megyei tanácshoz, hogy jelentést készítsenek arról, hogyan is finanszírozzák a repülőteret. A hivatalos dokumentum szerint egyébként már csak néhány nap van a válaszadásra. A repülőtéri szakszervezet vezetője is olvasta az Európai Bizottság jelentését, és nem túl optimista. Ha a legrosszabb helyzetbe kerülünk, hogy úgy mondjam, az lenne, hogy fel kell függesszük a repülőtér tevékenységét, de addig még több lehetőség van. Most várunk. Arra kértem a repülőtér vezetőségét, hogy hívjon össze egy gyűlést, hogy tisztázza a kialakult helyzetet. Mint ahogyan korábban is beszámoltunk róla, júniusban új vezetőség kerül a marosvásárhelyi repülőtér élére, ám nem a kialakult problémák miatt, hanem mert egyszerűen lejár a jelenlegi mandátuma. Újra kezdi a kormány az egyeztetéseket a szakszervezetekkel az új bértábla tervezetről. Amint arról beszámoltunk, tegnap a kabinet visszavonta a közalkalmazotti bérekről szóló sürgősségi rendelet tervezetét, amellyel elégedetlenek voltak az érdekvédelmiek, mivel az szerintük a fizetések csökkenéséhez vezetett volna. Dán Szurcsú kormányszóvívő azt nyilatkozta, igyekeznek egy olyan jogszabályt kidolgozni, amelyet a társadalmi partnerek, azaz a szakszervezetek és a munkáltatók is támogatnak majd. Megyei rangadóra készül a Gyergyószentmiklósi Jövő, a Székelykeresztúri Egyesülés csapatát fogadja. A Gyergyószentmiklósi csapat célja, hogy dobogós helyen végezzen a bajnokságban. A mérkőzésen a szurkolók biztatására is számítanak. A román labdarúgó 4. liga megyei csoportjában az első és második helyezett mérkőzik a hétvégén. Rangadónak akkor fog megfelelni ez a meccs, ha mindkét csapat a legjobb keretével áll majd ki. Ősszel az itthoni mérkőzésen 6-1-es eredménnyel nyert a Jövő, viszont akkor a keresztúri csapat hiányos kerettel állt pályára. Keresztúron szorosabb eredmény született, de nem a gyergyóiak javára dőlt el a mérkőzés, akkor azonban a Jövő nem tudott a legerősebb keretével kiállni. A keresztúriak úgy vélik, a 4. liga bajnoki címének sorsa eldülhet a hétvégi mérkőzésen, így igen fontos összecsapásról van szó. A Jövő már többször hiányos kerettel volt kénytelen pályára állni, és hasonló eset ezután is előfordulhat. Éppen ezért elsődleges céljuk nem a bajnokság megnyerése, de úgy vélik, a dobogós hely megszerzésére reális esély van. Megtesznek mindent, hogy ezúttal a legjobb kerettel tudjanak kiállni, és várják a közönséget is, hogy biztassák a csapatot, így segítve győzelemre a fiúkat. A Jövő egyébként olyan szemét keres, aki szívesen felvállalná a szurkolótábor megszervezését. A vezetőség várja a lelkes segítőket.
Mutatjuk röviden még egyszer, melyek voltak a fontosabb témák. A közelgő helyhatósági választások kapcsán fogalmazott véleményt Bende Sándor és Borbój Csaba. A polgárvédelem székhelyén működik a választási iroda, nem lesz sok változás a választás menetében. Állásbőrzét szerveztek, 12 vállalkozás 80 állást kínált ma délelőtt munkanélkülieknek. Megyei rangadóra kerül sor a hétvégén, a Gyergyószentmiklósi Jövő a Székely-Keresztúri Egyesülés csapatát fogadja. Ez volt a Napszemle, most a Hargita magazin következik, én várom Önöket holnap is a szokott időben, viszontlátásra!